Az zuhanyzópadló kialakításánál fontos, hogy úgy helyezzük el a burkolatot, hogy ez mindenképpen a folyókába vezesse a vizet. Ugye ez egy olyan vonalmenti folyóka jelen esetben, ami víztelenítve van és elvezeti a vizet, és itt a burkolat van úgy megoldva, hogy bárhova is jut a víz, könnyedén oda folyik az elvezető pontra, elvezető vonalra pontosabban, és mindezt úgy, hogy kellően botlásmentes és kellően balesetmentes legyen, és persze ez a burkolat kellően alá van szigetelve előtte, hogy a burkolaton, illetve a fugázatán átjutó víz esetlegesen ne áztassa le az alatta levő szintek szerkezeteit, falait, födémeit, vagy az alatta lakót.